Üdvözlöm a tisztelt egybegyűlteket. Elnézést, kicsit be vagyok rekedve, de a szervezők szerint nem jelentek egészségügyi kockázatot. Úgyhogy nézzék el nekem ezt a kis végvári Tamásos rekedséget. Állám felvetette, hogy biztos fogok beszélni filmekről. Na most egyébként nem készültem arra, hogy a filmes recepciót bemutassam, de mindenképpen ajánlanék egy filmet, ez Fábri Zoltánnak, a szerintem legjobb magyar rendezőnek, a Fábián Bálint találkozása Istennel című 1980-as alkotása, ami a legjobb alkotás az 1918-1919-es időszakról, az összeomlásról, és mindennek a vidéki, vidéki percepciójáról, tehát amikor markáns szélsőjobboldali körökben mindig követelik, hogy na de miért nem készül egy magyar tilanom film, akkor a Fábri Zoltán alkotását vele lehet mutatni, hogy az internacionista rendszerben készült egy ilyen alkotás. Nem is akármilyen. Na most én főleg az emlékezett történetet venném végig, próbálnék adni egy értelmezési keretet, illetve ajánlanék néhány fogalmat, amelyek segítenek a különböző források megragadásában, illetve az eseményeknek a tipologizálásában. Hajdó Tibornak a Közép-Európa forradalma 1917-1921 című 1989-es könyvében között megállapítása szerint az első világháború végén Közép-Európában egyszer azonosíthatunk pacifista, nemzeti, szocialista és paraszt forradalmakat, amelyek aránya változó volt a különböző országokban, az osztrák-magyar monarchia utódállamaiban és hát egész Közép-Kelet-Európában. Közép-Kelet-Európában ott voltak a legjelentősebbek, legradikálisabbak a paraszt mozgalmak, ahol nagy volt a föld nélküli szegények tömege, égető probléma volt a földkérdés a nagybirtok túlsúlya miatt, ugye, mint például Magyarországon, míg Csehországban a parasz mozgalmak mérsékeltebbek voltak, ott a parasz forradalmároknál nagyobb problémát okoztak a katona hogy a hegyes erdős területek ellenőrzését átvevő zöld káderek, ahogy arra Jakob például napjánkban rámutatott, és ezeket a zöld kádereket ugye előszeretettel eszétizálta a baloldali emlékezet, mint egy a Sherwoodi erdő ö, ö, lakóiként. Magyarországon az 1918-as őszerúzsás forradalommal hatalomra jutó pacifista polgári kormány konfliktusba került az elszakadni kívánó nemzetiségek nemzeti alapú, illetve az üzemek szocializálását követelő munkástanácsokat alapító munkások szocialista, és az 1918 novemberében a vidéket lángra gyújtó földosztás követelő parasz forradalmával. Nem meglepő, hogy a kezdeti népszerűségét hamar felemésztve a Károlyi rendszer hónapokon belül megbukott. A előadásomban a forradalmi Károlyi kormány és a vidék forradalma közti ellentéttel, és azon erőszak hullám emlékezetével szeretnék foglalkozni, amit Hatos Pál az őszirozsás forradalomról szóló 2018-as könyvében a 20. századi Magyarország legnagyobb méretű spontán paraszti forradalmának nevezett, illetve őrült őszi farsangnak. Na most magam is Bakhtin karnevál elméletével közelítenék az eseményekhez, ahogy azt a tanácsköztársággal kapcsolatban is tettem a proletár diktatúrát részben vörös farsankét bemutató 2019-es emlékezet történeti könyvemben. És emellett az emlékezet és historiográfiai áttekintéssel együtt néhány operatív fogalmat ajánlanék az események megragadására. Na most, ha megengedjük azt a nagyon leegyszerűsítő tipológiát, amely Európában a nyugati és keleti események vérességét szembeállítja, a például a Timothy Snyder teszi a Véres Jövezet című 2010-ben megjelent könyvében, akkor azt láthatjuk, hogy Magyarországon a budapesti őszírozás fordalom nem jár férontással, és a nyugati városi fordalmak az hasonlóan vértelenül győzött, míg a magyarországi falu forradalma a keleti mintához állt közel, és polgárháborús férontásokat eredményezett, tehát itt a közép-európai, a köztes európai jelleget akár azonosíthatnánk. Na most az 1918-as őszi magyarországi paraszmozgalma kiváltója, hogy a frontkatonák hazajutása volt, valamint a fővárosi forradalom híre, miután az engedelmesség felbomlott vidéken, és a rend is. Ugye ez volt a gyújtós, ami felgyújtotta a magyar vidéket, ahol ugye a földkérdés égető volt. Azonban hangsúlyos, hogy ezen a forró őszön Magyarországon a korábbi paraszt eltérően nem létezett egy átfogó parasztmozgalom, egyetlen vezetővel és határozott céllal, a legfeljebb 8-10 szomszédos falu parasztsága fogott össze, és hát a legközelebbi vasútállomásnál, raktárnál, kasténál legfeljebb városnál nem láttak tovább. A források szerint ugye a paraszpozgalmak tipikus menete volt, hogy hazatérő katonák, akik Lenin szavaival parasztok voltak egyenruhában, elfogyasztották a kocsmák és a borospincék italkészletét, kifosztották a boltokat és a vasúti raktárakat, megverték a háborúból hasznot húzó nyerészkedőket. Ezzel tulajdonképpen helyreállították a morális ökonómiát, hogy E.P. Thompson fogalmát használjam. A verés kiméletlenebb volt, ha a boltos idegen volt a helyi községben, közösségben, például a zsidó. Itt azt hiszem, fontos lenne azon kérdés megválaszolása, hogy ezek az atrocitások mennyiben voltak speciálisan antiszemiták, az ütések mennyiben szóltak a konkrét helyi üzérnek, és mennyiben a képzeletbeli zsidónak, ahogy azt Andrei Ujistánu, kulturális antropológus nevezte, a kelet-közép-európai antiszemita toposzokat bemutató imagológiai munkájában. Na most a tudomásunk szerint a parasztmozgalmak, hogy ott voltak a legélesebbek, az osztály egyben nemzetiségi, etnikai jelentét is volt, például nemzetiségi parasztok és a helyi magyar nagybirtokos között. Ugye a bosszuszomjas parasztkatonák leginkább a jegyzőkre vadáztak, ahogy ezt már sokan bemutatták, és hát az 1918. novemberi-decemberi sajtóban felbukott hírek szerint, hogy egyes helyeken a jegyzőt kivitték a rétre legelni, ugye erről tudósít a népszava, 1918. december 7-i, ahol a jegyzőt legelni vitték című írása, amelynek forrása egy nagy szalontai jelentés volt. Azonban egy lugos környéki jegyző ugye állítólag még rosszabbul járt, őt ugyanis nyakig a földbe ásták, és a fejét addig rugdosták, míg a szerencsétlen ember meg nem halt. Még, még hosszasan lehetne sorolni ezeket a példákat. A budapesti sajtó 1918 őszén ugyanis igen sokat foglalkozott a szenzációs vidéki atrocitásokkal, azonban föl lehet vetni, hogy ezek a morális pánik keretében születő, és a morális pánikot tovább erősítő cikkek csak rémhíreket közöltek. Ugye, hiszen az álhírek elszaporodása a kaotikus forradalmi időszakok jellegzetes problémája, amit prezentista megközelítéssel én is, ahogy Gálért Ádám felvetett az előadásában, napjaink fake news diskurzusa felől érdemes ennek kutatni, és így módon aktuálisá tenni az egész problémát. Ez érvényes nem csak a napi sajtónak a tudósításaira, hanem a Magyar Nemzeti Levéltárba tartott tájra különböző jelentésekre. Na most ugye a jegyzőknek a nagy része, ugye inkább be is menekült a faluról, hogy a magyar állami a nagyobb városokba húzódott vissza 18. novemberében, és hát Ijesz uh, Zsula koratavasz című önéletrajzi regénye szerint, amelyre mindjárt visszatérek, a minden falu külön köztársaság lett. Ugye a parasztanácsok a helyi nagygazdákra, a vagyonosokra, amikor adót vetettek ki, és a parasztanácsok legfontosabb gondja a földosztás volt, mivel a budapesti forradalmi kormány földosztást ígért a parasztanácsok uralmának, és az 1918 novemberi parasztforradalomnak, hogy a Károlyi kormánynak az ellenforradalmi terrorja vetett véget. És ugye fontos tudatosítani, hogy ez az 1918 novemberi decemberi ugye rendcsinálás több áldozatot követelt, mint a vörös és a fehér terror. Ennek ellenére mégis ugye teljesen kiszorult ez a 18 novemberi parasztforradalom és annak leverése a két világháború közötti emlékezetről. Ugye erről a korszakról mindenki hallgat, írta I. és Gyula a Korotavasz című 1941-ben megjelent önéletrajzi regényében, amelyet korábban már a Pesti Naplóban közölt folytatásokban 1939-től. De azt hiszem, helyesebb lenne azt mondani, hogy erről a korszakról mindenki hallgatott, a Horti rendszer, kivéve a Horti rendszer ellenzékének számító népi írókat. Mert Veres Péter is írt a vidék forradalmáról a Számadás című 1937-es korai önéletrajzában, felidézve hogy az uradalmakból a kóbor katonák, aztán meg az ispánok és a cselédek, de főleg maguk a nagybérlők kiloptak minden kilopatót, és hogy a szomszéd falvak lakosaiból alakult bandák egész falka jószágot akartak elhajtani. Vagy Kodolány János a Sűjjedő Világ című 1941-es regényes visszemlékezésében a következőt írja. A falu varázsütésre fölborul, mint a megbomlott volna minden kötelék, ami ezt a több mint tízezer embert éveken, évtizedeken át eltépetetlen szorosságba fogta. A komor őszi szélben tömegek rohannak az utcán, végtelen áradatban a vasútállomás felé, onnét meg vissza. Csoportok verődnek össze, boldogan fölszabadultak a kiabálnak, vitatkoznak, éjjeneznek. Cigányasszonyok valami rakomány osztottak föl maguk között, egyik egy fésülködő asztalkát, másik egy tükröt vonzol. Amott hordókat hajtanak, mint kövér disznókat. Mások kosarakban káposztát visznek, valamelyik német városnak volt számva. Csendőrnek sehol nyoma sincs, az állomás, faosztopokon nyugvó, magas deszkacsarnoka, olyan, mint egy táncterem. Helyek húja, énekszó, ordítozás járja. Fölbontott vasúti kocsikból tucatszám haigálják a dohánycsomagot. Hordóból sört, mérnek ödörrel. Hadonásznak, vedelnek, ölelkeznek és csókoloznak. Visítanak a megcsikrandozott lányok, mint egy mínes csikó. Föltört vasúti kocsik hossza sorat a sineken. Németország irányított tervonatok rekedtek itt meg, a nép gondoskodik róla, hogy egységűsen tovább. Eleget adtunk a németeknek bort, káposztát, gabonát, zsírt, vért is. Legalább ez hadd legyen a miénk. Így vélekedik a kavargó tömeg, és véleményét világá is kiáltja. De I.S. Gyula koratavat című művét még hosszabban idézném, amelyet Hajdú Tibor az 1918-19-es -19 forradalmakra szóló legjobb műnek tart, egy meg nem született regény, Móri Zsigmond 1919-es naplójegyzetei mellett férfi fegyvertelenül nem járt. Mise után a legények ittak egyet, délután vállokra kapták az eszközöket, a hercegi erdőben éjfélig tartó szabályszerű ütközet folyt, világító pisztolyokkal, előírásosan felállított és kezelt fegyverekkel. Az ellenfelek az őzek voltak, az utolsó szálig elestek. A halászást kizigránáltal én is megpróbáltam. Dépa csak megpróbáltam. Előbb feleslegesnek, aztán csellegvidegennek éreztem magam a visszatértek közt, elmaradtam tőlük. A vidék elvadult. Elvadult vagy felszabadult? Egy hét alatt ezer esztendő fejlődését érzékeltette, játszott el visszafelé, hogy a szervezet állam kötelékeiből kibújt és visszavedlett. Ördög tudja, mi vé ved vedlett vissza. Nehezen lehetett követni. Azon az emlékezetes éjszakán az erdő például ledobta magáról a hercegi vadászterület fogalmát, reggelre csak erdő lett. A környező puszták végtelen dűlői a vérszerződés előtti korba vissza, Szabad települési területek lettek, legalábbis a parasztok szemében. A folyó hídján azelőtt vámot kellett fizetni, fogatonként négy fillért az uradalomnak. A hídat ez felegvárszerűvé tette, megilletődve hajtottunk rá. A vám eltörlésével a híd közönséges falkotmány lett. Az eddig ködös fogalom a nép egyszerűben valóság lett. Ahogy Polip karjait egymás után visszakabdosta, úgy halványult a láthatáron Pest. Egyszerre csak mindenestől eltűnt. A falvak egyre bátrabban emelgették fejüket, mint a mindegyik igény tartott volna arra, hogy ő legyen az ország központja. A mennyődi községházán éppenek okos emberek ültek akár a budai várban. Annál sértőbb, felháborító volt, midőn a polip ismét nyúlni kezdtek. Pestnek külön-külön faluban újra meg kellett küzdeni az elsőségért. Írta. Ilyes Zsula. És figyelemre méltónak tartom, hogy I.S. Zsula az antiszemita szabadkünves ellenes irodalom polip metaforáját alkalmazza a fővárosra, de hát ugye a magyar népirodalmat milyen áthatja a Budapest ellenesség, még egy olyan mérsékelt szerző, mint Fekete István esetében is, aki a Zselérek című 1939-es és 1945 után betiltott regényében idézte fel a fordalmak időszakát. Na most ez az antiliberális Budapest ellenesség, ami egyként jellemezte a népírókat, és a Horthy rendszer olyan konzervatív mint Szegfű Gyula, ez egy magyarázat lehet arra, hogy a vidék miért esett ki 1919 után a kommunikatív emlékezetből. A két világháború közti hivatalos hallgatásnak ugyanis a következő okai voltak hipotézisem szerint. Először is. Az első világháborús vereséget, az őszírozás forradalmat a jobboldali Horthy rendszerben a tördöfés elmélettel, a bűnös város képzetével magyarázták. Ez megkövetelte, hogy 1918 őszi események a hortikori elbeszéléskor a budapesti forradalom kerüljön a középpontba, amelyet a baloldali radikális értelmiséget, a szabad és kommunista ügynököket tették felelőssé. A vidék forradalma, feszültségek, mint a földkérdés vagy a csalódott frontkatonák bosszúja kirobbanásával, azonban a cáfolata volt az őszírozás forradalommal kapcsolatos jobboldali konspirációs teóriáknak, ezért inkább el is hallgatták a jobboldali emlékezők. másodszor. Az pedig ugye végképp kellemetlen volt, hogy a földbirtokosok nem minden esetben álltak szemmel a parasztokkal, hanem a földbirtokosok olykor úgy akarták átmenteni magukat, hogy a szerepet vállaltak a helyi forradalomban, hogy elhárítsák az őket fenyegető veszélyt. Például legitimista Ciráki József Gróf maga alapított nemzeti tanácsot a paraszt forradalom a fosztogatások idején, hogy mentse magát. Ugye az ilyen történeteket is ki kellett törölni a Horthy korszakban. Harmadszor. Az 1918. novemberi decemberi kemény rendcsinálás a polgári demokratikus kormány ellenfordalmi terrorja nem illett a gyenge, tehetetlen Károly Mihályról alkotott jobboldali képbe. 1918-1919-es fordalmak emlékezete úgy konstruálódott meg az események után, hogy a proletár az rendelték az erőszakosságot, míg a Károly rendszer ez a tehetetlenséget, és ebbe a sémában nem fért bele a lázongók legéppuskázása a fordalom konszolidálása egyében, nem beszélve a legsúlyosabb esetről, hogy amikor facsádon, ugye 104-en maradtak holtan a források szerint, mint repülőgép, hogy a Károly kormány későbbi hadügyminiszterel Bartó Albert utasítására több bombát is dobott az éppen gyűlésező zavargókra. Ugye a facsádi tömeggyilkosság, amelyről a maga idejében az országos lapok is tudósítottak, kiúlott a 18-19-es forradalmak kortikori emlékezetéből, mert nem fért bele a forradalmak korának jobb oldali nagy elbeszélésébe. se ír a forradalma kora című 1935-ös művében, amely idézve félős és tehetetlen kárói kormányról ír, amely idézve hadsereg felosztatásával önkét kiadta kezéből az újabb forradalmi megmozdulások elfojtására alkalmas eszközöket. Miközben például a gracz, a Dunapatai ö, Tömeggyilkosságot, vagy a Szamolai Különítmény Dunapatai Tömeggyilkosságát, ö, ugye hosszasan ö, idézte, szinte kijel részletezte a vörös vörösterüstek tetteit, ahogy azt más egykori hortikori kiadványok és cikkek is szintén megtették. Ugye ezzel újra és újra megmentve a feledéstől a 1919-es vörös terület elkövetett gyilkosságukat, és így módon újra és újra legyártották azt a kulturális traumát, ami ugye napjaink is meghatározó, és napjainkban is újra és újra átörökítik, hogy Jeffrey Alexander fogalmát alkalmazzam erre az eljárásra. Végül, negyedik okként, a hipotézisem szerint az volt a feledésre, hogy 1919 után a parasztokat keresztényként és fajmagyarként a horti rendszer hűtámaszaként igyekeztek beállítani, azzal együtt, hogy Nagyatáli Szabó István kisgazda pártját sikeresen kóptálta a Betlenistán kormánypártja. Nagyatáli Szabó István paraszmozgalmának kóptálása visszamenőleg átírta az 1918 1918-1919-es forradalmak történetét a horti -kori emlékezetben. A parasztok és a gazdák innentől kezdve csak ellenforradalmi szerepet játszhattak benne és így is szerepeltek a 1819-ről szóló hortikori hivatalos elbeszélésekben. Aztán az 1945 utáni marszizáló pártörténetírás felfedezte magának az 1918. novemberi parasztlázadást, de azt ideológikusan értelmezte. Ugye 1956-ban a pártörténész Kató István az 1918-as novemberi paraszpóradalmak címmel, paraszmozgalmak címmel úttörő tanulmányt írt, és a vidék forradalmát a munkáspozgalom történetbe illesztette. A pártörténészek a vidék forradalmának leverésével, annak bemutatásával tudták kidomborítani a kárai féle kormány ellenforradalmi jellegét, a forradalom megtorpanását, amelynek a kommunisták adtak újabb lendületet 1918. november végén. Ebből a szempontból tanulságos Gábor Sándorné 1954-es nagyjelentőségi forrás közlése levétári közleményekben, amely újra ráirányította a figyelmet, például a facsádi tömeggyilkosságra is, és hát árulkodó a cím, a burzsuás szociáldemokrata Károlyi kormány a dolgozó nép forradalmi harc ellen. Ugye ez abban a korszakban született, amikor gyakorlatilag a pártörténetírásban írásban a szociáldemokraták számítottak hogy a legnagyobb ellenfélnek, és ennek mentén így értelmezték visszafelé az 1918-19-es eseményeket. Ez a magyar pártörténet a paraszt forradalmárokat öntudatos szocialistáknak állította be, miképp ugye a századelő agrárszocialistáit is, akiket csak az 1970-es évek végén értékelt újra Hanák Péter primitív lázadóként, hogy Erik Hasbom fogalmát hozzam ide. Na most Kató István kijelölte utat, irányt követték még az agrártörténet szakmonográfiák is. Szemere Vera az Agrárkérdés 1918-19 című 1963-as könyve, vagy Mészáros Károlynak az Őszorozsás fordalom és a Tanácsköztesek paraszpolitikája című 1966-os könyve. És így mutatták be az eseményeket a kommunista kurzusregények is, amelyek közül alig, hanem Gárdos Miklós Kétősz között című 1959-es műve az állatorvosi ló. De ez a kommunista értelmezés már az első, még erősen expresszionista pártregényben, az emigráns Hílés Béla a Tisza című 1929-es regényében is megjelent. Ezt azonban csak 1957-ben adták ki Magyarországon. És hát ez jelentkezett, ez az értelmezés jelentkezett a népszerűsítő, illusztratív kiadványokban is, mint Siklós Andrásnak a Magyarország 1918-1919 című 1978-as reprezentatív képszerű forradalom történetében, amelyben Siklós egységben látta a budapesti munkások és katonák forradalmát és a vidék forradalmát, amelyek aztán együtt szembe kerültek a burzsóá Károlyi kormányjal. Ahogy Siklós András írta, a győzelmet Budapesten munkások és katonák vívták ki, a sikert vidéki tömegmozgalmak, paraszti megmozdulások tették teljessé. Na most a kádárkori magyar történetírás egyik csúcs Hajdú Tibornak az 1968-ban megjelent, 1918-as Magyar Polgári Demokratikus forradalom című magisztrális monográfiája, ugye ugyan már megállapította, hogy a munkásság segítsége nem tette szocialistává a paraszt mozgalmakat, amikor részletesen és expresszíven mutatta be a falu forradalmát, Azonban Hajdú az események hosszas bemutatása végén, mégis ő is a pártörténet írás perspektívájából értékelte azokat. Kritizálta a Szociáldemokrata Párt vidéki szervezeteit, amiért azok a közigazgatással fogtak össze a parasztok ellen, ahelyett, hogy a parasztokkal együtt harcoltak volna a régi államaparátus likvidálásáért. És Hajdú szerint a Kárai kormány döntőhibát követett el, amikor erőszakkal válaszolt a vidéki atrocitásokra. Ebből az értelmezési keretből Borsány György lépett ki, aki a forró ősz, máron kaotikus jellegét hangsúlyozta, az októbertől márciusig című 1988-as, az addigi pártörténeti munkáktól eltérő szemléletű, igazán újszerű és nagyon friss könyvében, például ez volt az a munka, amely egész fejezetben foglalkozott a nátha járványjal. Teljesen kilépett Borsány György a pártörténetírás addigi jellemző elbeszélésből ahogy Borsányi György írta, nagyon ironikus könyvében. Igen jellemző a bácskai Tiszakálmán falván történt epizód. A tömeg az állomáson egy petróleumot és benzint szállító vonatot talált, amit természetesen azonnal lefoglalt. A petróleum, mint a világítás forrása, elsőrendű közszükségleti cikknek számított. Valaki természetesen cigarettára gyújtott, mi okosabbat lehet -e tenni egy benzinelteli vonat mellett. A robbanástól az egész vonat lángra gyújt, a vonatot körülbelül ellenben elégtek, a másnapi újság 60 halottról ír, és több száz sebesültről beszél. És ezt az irányt követte egy évek később, 1989-ben Rósa is, amikor az ösztönösséget és a spontanitást hangsúlyozta a vidék forradalmáról írva, amikor a 18-19-es forradalmak paraszpolitikáját áttekintő tanulmányt publikált a valóságban. Ahogy Rósa Csignáci írta, politikai követeléseket általában nem fogalmaztak meg, céljuk az éjség, a nyomor enyítése volt, és legnagyobb veszedelemmel ezért a malmok, magtárak, raktárak és a boltok voltak, amelyek csak kivételesen menekültek meg a kifosztástól, írt a Romsics. Na most a rendszerváltás után tovább folytatódott az a tendencia, hogy a 1918-as forró ősz eseményeit hogy kiszabadítsák a marxizáló osztályharcos pártörténeti értelmezésből. Egyfelől megemlíteném Révész Tamástak a Nem akartak katonát látni című 2019-es egészen kiváló hadtörténeti, de legalább a történeti monográfiáját, amelyben hosszasan ír, foglalkozik a 18 forrószének eseményeivel, és külön kiemelném Csiki Tamásnak a már napfolyamán nap említett a Paracsák forradalma 1918-ban című tanulmányát, és a forradalma ugye gyeltávolító eltávolító idézőjelben van téve, jelezve, hogy kilép Csiki az osztályharcos marcizáló nyelvezetből. Ugye ez a Zablonci Balázs és Bódi Zsombor szerkesztette háborúból békébe, a Magyar Társadalom 1918-1924 című kötetben jelent meg, és hát ebben e, Csiki ugye, azzal a tanulsággal zárja áttekintését, hogy amennyiben a forró ősz erőszakos eseményt nézzük, és itt ugye Babicsot idézve, vagy hát én idézem, ugye a vadvalóságban nézve, akkor azt állapítatjuk meg, hogy a háborút követően az utopikus egyenlőség eszme és a közösségi morál, ami a századforduló agrárszocialista mozgalmat is ellemezte, és az annak védelmében igazolt kollektív erőszak, mint hagyomány újjáéledésének, újjáéledésének, lehetünk tanulni. És ezzel a konklúzióval, én, és ezzel az értéke értékeléssel én nem is igazán tudok vitatkozni. Végül, ugye áttekintve, hogy Magyarország utolsó parasztlázadását miként szorították ki a hortikorban, az 1918-1919-es forradalmak emlékezetéből, és hogy aztán 1945 után, ugye mennyire torzítva emlékeztek rá a pártörténetírás prokruszti ágyába szorítva az eseményeket, illetve hogy 1980-as évektől miképp kerekedett föl a forró ősz mentes historikus értelmezése, végül összefoglalnám, hogy milyen operatív fogalmakkal érdemes szerintem megragadni és tipologizálni a megbozulásokat. Hogy az egykori részvevőket nevezhetjük Erik Hasbon fogalmával, határozott ideológia nélküli primitív lázadóknak, Ugye a fosztogatásokra pedig tekintettük úgy, mint amik helyre kívánták állítani egy kisközösség morális ökonomiáját, hogy egy másik marxista történész, I.P. E. koncepcióját aktivizálja. És hát itt fontos különbséget tenni, hogy a brit marxista történetírás és a az azzal egy idejű magyarországi marxizáló történetírás között. Az atrocitások ugye Charles Tilly előszak tipológiájába illeszthetők, és a vidéki, a baktyin értelemben vett karneváli eseményekről tudósított cikkek értelmezéséhez, pedig a morális pánik fogalma kínálkozik, amellett, hogy prezentista megközelítéssel ugye az aktuális fake news kutatásokhoz kapcsolhatjuk az 1918 őszi áll- illetve rémhírek vizsgálatát. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ja.